Kapcsolunk New Yorkba, mert az ENSZ egyik rendezvényén beszédet mond Szijjártó Péter, mutatjuk élőben. Then creating peace and addressing the annál, mint hogy békét teremtsünk, és szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyek a biztonságunkat és globálisan jólétünket fenyegetik. Nagyon sok vita van erről a kérdésről, és nagyon sok vita van a globális kihívásokról a modern korban, és van egy nagyon különleges biztonsági kihívás, ami jelenleg Európában a napirend csúcsán van, ez pedig a tömeges bevándorlási hullámok. Ez egy nagyon fontos kérdést vet fel, méghozzá a békéhez való kapcsolatunk tekintetében, hogy mi az, ami alapvető emberi jog. A mi teljesen szilárd álláspontunk az, hogy alapvető emberi jog, hogy mindenki és mindenkinek lehetősége legyen arra, hogy biztonságos életet élhessen a hazájában. És erre kell koncentrálnunk. Sajnálatos módon azonban egyre többen vannak olyanok, akiknek el kellett hagyni otthonukat, akik nagyon sok okból tehát menekülté váltak. Ezek lehetnek háborúk, fegyveres konfliktusok, szegénység, bizonytalanság, munkanélküliség, éghajlatváltozás, mint ahogy hallottuk Monikától. Úgyhogy nagyon sok és összetett okai lehetnek ennek. Én hiszek abban, hogy az összetett problémáknak összetett megoldással kell válaszolni, úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy az alapokokat, a kiváltó okokat kell kezelnünk, segítenünk kell azokat az országokat, amely országokat érintenek ezek a kihívások, annak érdekében, hogy olyan körülményeket teremthessünk, amelyek közepette megtarthatják a saját állampolgáraikat, otthon tarthatják a saját polgáraikat. És persze olyan körülményeket kell teremteni, amelyek tekintetében észszerű és lehetséges az otthonmaradás. Tehát ahelyett, hogy arra ösztönözzük embereket, hogy életüket kockáztatva útra keljenek, lehetővé kéne tenni mindenki számára, hogy biztonságos életet élhessen otthon, hazájában. Hiszünk abban, hogy Afrika a jövő kontinense. De ez csak akkor lehet így, ha képesek leszünk arra, hogy erőinket egyesítve olyan képességeket építsünk fel az afrikai országokban, amely képessé teszi ezeket az országokat, hogy otthon tartsák polgáraikat, és ennek a képességnek persze összhangban kell lenni a lakosságuk növelésével. Ennek érdekében 25 millió dollárt költött Magyarország az elmúlt évben, hogy segítsen olyan projekteket, amelyeket a környezetvédelem területén, a vízgazdálkodás területén, az infokommunikáció területén, avagy a mezőgazdaság területén valósítottak meg. Együttes programokat valósítottunk meg más közép-európai országokkal, Észak-Afrikában. Egy különleges projektet folytatunk együtt Ugandával, illetve török barátainkkal karöltve Kenyában. Most, mint tudják, mi megértjük, hogy vannak olyanok, akik úgy gondolkoznak, hogy a lakosság cseréje kontinensek, földrészek között megoldás lehet. Nem. Határozottan nem lehet ez megoldás, hiszen az emberi erőforrás, amely az út egy részén megjelenik, az nyilvánvalóan a másik oldalon majd hiányozni fog. Éppen ezért világossá kell tennünk, hogy ha ösztönözzük a migrációs hullámokat, a migrációs áramlást, akkor nem arra ösztönözzük az országokat, hogy olyan körülményeket teremtsenek, amelyek közepette az emberek biztonságosan otthon maradhatnak és hazájukban élhetnek. Mindenképpen működő közigazgatásra van szükség, megfelelő egészségügyi ellátásra és oktatásra van szükség, és munkahelyekre van szükség, munkahely teremtésre, és ha ez mind megvan, akkor, ha béke is van, akkor az emberek nem kényszerülnek arra, hogy elhagyják otthonukat. És persze ehhez erőinket egyesítenünk kell globálisan, hogy harcoljunk a szervezett bűnözés ellen, és segítenünk kell az országokat abban is, hogy megvédjék saját határaikat. Tisztelt kollégák, kedves Mónika, excellenciás hölgyeim és uraim! Úgy gondolom, hogy amikor a migráció jelenségéről szólunk, ami nyilvánvalóan részben következménye a világszerte kitörő fegyveres konfliktusoknak, akkor a prevenció, a megelőzés kell, hogy a kulcs szó legyen. Meg kell előznünk azokat a helyzeteket, amikor az emberek arra kényszerülnek, hogy elhagyják hazájukat, függetlenül attól, hogy milyen okból történik ez. Ha fegyveres konfliktus miatt, akkor ezeket rendezni kell, de Mónikának igaza volt abban, hogy sokkal jobb, ha békésebb
békét tartunk, minthogyha aztán később kezelnünk kell a konfliktusokat. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága szerint 2018-ban 71 millió olyan ember volt világszerte, akik arra kényszerültek, hogy elhagyják otthonukat. Ez egy óriási szám. Ennek a 71 millió embernek a vándorlása egy nagyon súlyos biztonsági kihívást jelent az tranzitországoknak és természetesen a célországoknak egyaránt. Tisztelt kollégák, végezetül engedjék meg, hogy elmondjam, hogy Magyarország az elmúlt 1019 évben keresztény ország volt, és keresztény országként teljesen világos elvet követünk, és ez az elv pedig az, hogy a segítséget elvigyük oda, ahol szükség van erre, arra, és ne hozzuk el a problémákat oda, ahol nincsenek problémák. Ezen elv mentén indítottuk el azt a stratégiánkat, amelynek címe Hungary Helps, Magyarország segít, és ebben 40 millió dollárt költöttünk már el a Közel-Keleten, illetve szubszahariánus Afrikában, Szíriában, Libanonban, Jordániában, Nigériában, Etiópiában, hogy segítsük a keresztény közösségeket abban, hogy otthon maradjanak, és saját közösségüket erősítsék. Lerombolt házakat, iskolákat és templomokat építünk újjá, több mint 15 ezer ember segítettünk abban, hogy otthon maradhassanak, vagy hazatérhessenek, amint ez lehetséges. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos küldetés, hiszen ennek keretében tudjuk azt az emberi jogot biztosítani, hogy mindenkinek a világon joga legyen arra, hogy biztonságos életet éljen otthon hazájában. Éppen ezért minden kihívással szembe kell néznünk, amely ez ellen hat, ezen alapvető emberi jog ellen hat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you.